A mai gyermekeknek mesélt legenda szerint a lapföldön élő Mikulás apó felszerszámolza a amik sebes vágtával felrepítik az ajándékokkal roskadásig megrakott szánkóját a felhők közé, hogy minden gyerekhez időben eljussanak a várva várt ajándékok. A B. Aulában rendezett ünnepi esemény dr. Szalai István dékán nyitotta meg. A megnyitón egyben a kutatók éjszakája meghirdetett rajzpályázat díjazottjait is megismerhettük. Ezután a Lovas László gimnázium tanulói adtak elő, Angyali Segítség címmel egy tanulságos történetet a jó cselekedetekről. Amiből a legifjabb anyagmérnök palánták azt is megtudhatták, hogy bizony a rossz cselekedetekért cserébe szén kerül a télapónak kikészített csizmába. Nem is késett sokáig, a műsor után megérkezett a télapó, akit a gyermekek dallal fogadtak. Sok ajándékkal érkezett, a legkisebbek legnagyobb örömére, aki egy versért dalért cserébe színes ajándékcsomaggal kedveskedett.